Ahogy azt sokan tudjátok, az idei 2018-as Next-et Acer rendezvényre is meghívtak minket, és el is tudtunk menni, amit New Yorkban rendeztek meg, pontosan ugyanúgy, ahogy tavaly. Na most, ez az, aki esetleg nem tudná, ez az éves rendezvénye az Acernek, amikor megmutatják azt, hogy idén milyen új tech cuccokkal fognak megjelenni a piacon, illetve láthatjuk azt is, amik esetleg kicsit később fognak megjelenni, vagy hallhatunk róla, ez már szokása volt a gyártónak korábban is, ezt most is így tették, majd erről majd beszélünk. Néhány videóban fel fogjuk dolgozni azokat a termékeket, amiket külön szeretnénk kiemelni, amik belettek jelentve, amik nekünk nagyon tetszettek, illetve miután ezek a külön videók lemennek majd az elkövetkezendő napokban, utána a végén lesz majd egy összefoglaló, hogy milyen volt maga a konferencia, és ott beszélünk azokról a termékekről is, amiknek nem akartunk külön dedikált videót szánni, de ettől függetlenül idén fognak megjelenni, és szintén nagyon izgalmas termékek. Na de, most a mai videóban a Helios 300-asról szeretnénk beszélni, hiszen arról már korábban is csináltunk videót az előző verziójáról, és nagyon-nagyon szerettétek, és nagyon-nagyon sokan választottátok is ezt a terméket, és ezen frissített az Acer, igazából nem túlságosan sokat, pont annyit, amennyit kellett, hiszen megpróbáltak megőrizni a terméket olyan formájában, mint amilyen volt, hiszen úgy szerették az emberek, valamint kiad belőle egy különlegesebb kiadás is, amiről érdemes lesz beszélni. Szóval, nyilvánvalóan a technikai paraméterek, amikről szó esik majd, az mindkét modellre vonatkoznak, de itt a különleges kiadásról van szó, mert ő bejelentették az Acer Predator Helios 300 Special Edition-t. Egy kicsit más színvilágban gondolkodott az Acer, ők azt mondták ott, hogy egy másik színvilág, mi egy kicsit arra gondoltunk, hogy a hölgy gamerekre is megpróbáltak, hát hogy mondjam, egy kis figyelmet áldozni. Ez persze csak azt mondja, aki olyan, mint én, és azt mondja, hogy a fehér arany az egy kicsit lányos, de persze tudjuk, hogy vannak olyan férfi emberek is, akik szívesen használnak ezt a színkombinációt, szóval ezen lépjünk túl. Az a lényeg, egy fehér arany kombinációt mutattak be egy gamer laptopból, amire eddig igazából nem nagyon volt példa. Ha belegondoltak, a legtöbb gyártó mindig ezzel a kék-fekete, zöld-fekete, piros-fekete színkombinációval dolgozik. Most először látunk ilyen nagyon világos, teljesen más világból való színeket, mint a gaming világ. Úgyhogy ez már most egy nagy hüvelykó, hiszen ezzel nem nagyon próbálkozott még senki, és aki ilyet keres, talál, csak nem gamer laptopot. Szóval a Helios 300 megkapta ezt az új színvilágot, ami ugye főleg a zsanéroknál, illetve a trackpad körül ez az arany, kicsit ilyen pezsgős jellegű szín, a többi részén pedig ez a tört fehér szín, ami jelen van. Egyébként a laptop ugyanos, tehát teljesen ugyanolyan minden fizikai paraméterét tekintve, mint a Helios 300-as, csak ebben az érdekesebb színben. A processzor szinten frissült, tehát itt most már a 8-as szériás Intel processzorok lesznek, akik szintén i5 és i7-es konfigurációban is elérhetők. Maradt a RAM, ami 16 giga és vagy 32-ig bővíthető. Maradtak az SSD konfigurációk, amik akár 512-es SSD-ig vagy még nagyobbig is el tudnak menni. Szintén maradt a GTX 1060 6 GB-os verziója. Ami nagyon nagy változás az az, hogy a Full HD-s kijelző ezúttal 144 Hz-es képfrissítést kapott, ami zseniális. Úgyhogy igazából a processzort upgrade-eltük ebben a termékben. De nem, mivel nem vagyunk az Acer, és a képfrissítést update-elték, plusz ezt az új szint kapta. Szóval ez egy elég komoly ráncfelvárás, hogyha azt veszük, hogy ez még mindig egy igen elérhető áru gaming laptop, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és igazából szinte csak a 144 Hz hiányzott belőle. És most már ezt is megkapta. Na de, az Acer nem állt itt meg, mert azt mondták, hogy ha egy ilyen színvilágú laptopot megjelentetnek, akkor az összes többi perifériájuk, amit ugye szintén gyártanak, és kiegészítőjük, amit a laptopokhoz, illetve asztalgépekhez csinálnak, azok nem fognak passzolni hozzá, mert még fekete. Ezért minden egyes periféria csoportból, a billentyűzeten kívül, hiszen a laptopnak van, és ez a mentalitás, ez a felfogás, készítettek egy hasonló színvilágút, mint amilyen a laptop. Ebben beletartozik a Predator Gala 500-as headset, illetve a Sestus 510-es egér, a hozzátartozó egérpaddal, illetve ezzel az új ilyen roll-up-os hátizsákkal, ami egyébként teljesen új, erről majd beszélünk, meg megmutatjuk majd abban az összefoglaló videóban, de ebből a roll-up-os hátizsákból is készült, tehát ebből a négy termékből, felhagató, egérpad, táska, szintén ez az arany, tört-fehér színösszállítás, tehát egy komplet packet tudunk venni ebből a színösszállításból, hogyha úgy van kedvünk. Mindenféleképpen szerettük volna kiemelni ezt a Helios 300-as gépet, azért, mert színben tényleg nagyon-nagyon új, kicsit merész. Ezt mindenképpen írjátok le, hogy nektek átmegy egy ilyen gaming laptop, vagy egyáltalán hiányzott egy ilyen gaming laptop lányok előnyben. Ti is írjátok le, hogy nektek fekszik-e a mostani gaming világ, vagy örültek annak, hogy egy kicsit ilyen színekben is gondolkodnak a gyártók. Illetve azért szerettük volna mindenképpen megemlíteni,
mert frissült a tavalyi év egyik legnépszerűbb gaming laptopja. Mondjátok el a véleményeteket nektek, hogy tetszik, hogy tetszenek a kiegészítők, és a többi, és a többi. Mi pedig jelentkezünk egy következő videóban, amikor is fogunk beszélni az új Predator asztali PC-kről, fogunk beszélni az új Nitro asztali PC-ről, illetve fogunk beszélni az összefoglaló videóban arról a sok-sok-sok minden kiegészítőről, és egyéb PC vonatkozású dologról, amiről az Acer beszélt, hiszen a konferencia ezúttal nem volt annyira sokszínű, mint mondjuk tavaly, viszont szinte teljesen a Predator vonalra, illetve a gamingre koncentrált. Szóval lesz jó pár dolog, amit megemlítünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!